Tehát a legfontosabb számomra az, hogy munkahelyeket hozzunk létre. A második fontos dolog, és itt az adórendszerről kell beszélni, az adórendszer az én fejemben az emberek személyes boldogulásának legfontosabb kérdése, hogy úgy kell az embereket támogatni abban, hogy dolgozzanak, sőt többet dolgozzanak, közben nem szabad büntetni a sikert. Vagyis ha munkát vállalnak, pénzt keresnek, akkor az állam minél kevesebb pénzt vonjon el tőlük, minél többet hagyjon náluk, legyen értelme dolgozni. Most ilyen adórendszerünk lesz januártól, aki 10-szer többet dolgozik, 10-szer többet keres, az 10-szer több adót fizet. De semmiképpen nem büntetjük azt, aki plusz munkát vállal. És végezetül, ami pedig a gazdasági kilátásokhoz kapcsolódó kérdés, és a legtöbbet foglalkoztat engem, azt is mondhatnám, hogy időnként kínoz engem, az a fiatalok jövője. Most nem csak arról beszélek, hogy van-e munkahelyük, meg tudnak-e élni Magyarországon, hanem valami mélyebb dologról. Napi élményem az, hogy sok olyan tehetséges fiatallal beszélhetek, aki valójában nem Magyarországon akar sikeres lenni. Nem azért tanul, nem azért dolgozik, hogy itt legyen sikeres, hanem hogy előbb-utóbb valahogy, vagy egy nemzetközi céghez, vagy valamilyen más csatornán keresztül, de külföldön, Amerikában, Angliában, vagy Németországban legyen sikeres. És ez számomra azt üzeni, hogy a fiatal nemzedék nem hisz abban, hogy ebből a 93 ezer négyzetkilométernyi országból mi egy sikeres országot tudunk felépíteni. És én arról szeretném őket meggyőzni, hogy ha sikeres életet szeretnének, akkor elsősorban Magyarországról gondolkodjanak. Itt keressék, és itt találják meg a lehetőséget. Ezért mindent meg fogok tenni a következő évben is, hogy a fiatal nemzedék minél több lehetőséghez jusson, kipróbálhassa magát, és bizonyíthassa a tehetségét, és kiderüljön, hogy siker, és Magyarország sikeresnek lenni, és Magyarországon élni, az nem egymást kizáró dolgok, hanem összetartozó körülmények. Sok kérdés érkezett, ez a harmadik csoport az elszámoltatás ügyében. Én nem gondoltam volna, hogy ez még mindig ilyen erősen dolgozik az emberekbe, de úgy látom, hogy régi bűnnek hosszú az árnyéka, és az emberek nem felejtenek. Végül is igazuk van, végül is el kell jönni annak a pillanatnak, ahol a tetteknek következménye van. A tetteknek meg akkor van következménye, ha van súlya. És akkor van súlya, ha van következménye. Ilyen értelemben az elszámoltatás az nem a bosszúból táplálkozó elvárás, hanem sokkal inkább a jövőért érzett felelősségből fakadó érzés. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nem lehet úgy új jövőt, új életet kezdeni, hogy nem zártuk le a régit, és nem történt meg az elszámoltatás. Valószínűleg egy új épület, amelyben egy korhat gerendát ott hagyunk, esetleg többet is, csak időkérdése, hogy mikor szakad ismét a fejünkre. Ezért az elszámoltatás ügyében továbbra is elkötelezettek vagyunk. Csak csináld, csak csináljátok. Ha reklámfilm lenne, azt mondanám, just do it. Nos,